Köszönöm, hogy ezeket Ez itt a Partizán Politika, a Partizán politikai, politikusi toksója. A mai vendégem Markó Béla, több román kormányban meghatározó miniszterelnök helyettes, gyakorlatilag a romániai magyar politizálás megkerülhetetlen alakja. 2016 óta bár a politizálástól visszavonult, de ma is meghatározó alakítója a romániai magyar politikának és közéletnek. Emellett költő és nagyon fontos közéletet formáló értelmiségi, úgyhogy lesz tőle beszélgetünk vele. Ha még nem iratkoztál a csatornánkra, mindenképpen tedd meg, ha pedig kíváncsi vagy a teljes vágatlan beszélgetésre, akkor kérlek, hogy a Partizára a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez önket megtaláld a leírásban. Kezdünk! és akkor sok szeretettel fordulok Parkó Bélához, aki Maros Vásárhelyen fogadott bennünket. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és lehetővé teszed, hogy itt forgassuk ezt az interjút. Hát én köszönöm a lehetőséget és a meghívást, és szeretettel köszöntöm persze a nézőket is. 51-ben születtél Kézdi Vásárhelyen, ami ugye Kézdi szék központjá, és nagyon érdekes az, hogy ennek az egész településnek is nagyon fontos szerepe van a székely képében. Ugye Magyarország nézünk számra, mondani, hogy ugye Gábor Áron is innen származott, a 48-as Honvéd tiszt, de valószínűleg nagyon fontos szintere volt ezen a 40-es, 50-es éveknek is. Ugye a 40-es években impériumváltások következnek be, és az 50-es években is azt feltételezem, hogy komoly változások következhettek de Neked ezek a folyamatok hogyan formálták a képedet kifejezetten a székelységről. Kézdi Vásárhely városként jött létre sok-sok évszázaddal ezelőtt. Tehát nem egy faluból nőtte ki magát várossá, mert ez, ez, a természetes igazság szerint arra fele, hanem már eleve, ahogy a neve is mutatja, vásártérként hozták létre, vagy egy vásártérből fejlődött várossa, iparos emberek, céhes emberek működtették ezt a várost, és ennek következtében hát ahhoz képest, hogy milyen kicsi volt, eléggé polgárosult is uh -huh. volt. Nagyon nagy igény volt például az iskolára, és a tehetségre. Számomra nagyon fontos volt az, hogy az iskolában nem csak oktattak, úgymond, és nem csak azt várták el tőled, hogy, hogy fölmond a leckét, hanem nagyon fontos volt az, hogy van-e valamihez tehetséged, és azt, azt külön értékelték, és azt külön kultiválták. Egyébként egy nagyon rossz rendszerben, ugye? Tehát az 50-es évek vége fele kezdtem iskolába járni, 60-as évek végén 1970-ben fejeztem be a középiskolát, ennek különösen az első fele az egy nagyon rossz korszak volt, az, az egy sztálinista korszak volt, és egy sztálinista rendszer Romániában is, de ehhez képest még akkor is odafigyeltek a, a tanáraink a tehetségre. Másrészt pedig hely helyzete nagyon érdekes volt, mert azt szoktam mondani, hogy hát, Végül is a legkeletibb magyar város, és földrajzilag így is van. Tehát Budapestől ez több mint 700 kilométer, ott a Kárpátok délkeleti csücskében, és ugyanakkor az én gyerekkoromban ez teljesen magyar város volt. Hozzá lehetett férni egyébként a könyvtárban a magyar könyvekhez, tehát magyar irodalomhoz. Amikor az iskolát elkezdtem, az egy kizárólagosan magyar nyelvű iskola volt, és hát ráadásul kézdi egy kézdi szék, amit akkor szovjet mintára rajonnak neveztek. Tehát a közigazgatás akkor rajonokra és tartományokra oszlott. Kézdi rajon, az része volt a magyar autonóm tartománynak, amelyet valamikor 1952-53 körül hoztak létre, és 60-ig volt ilyen formában Magyar Autónom tartomány, utána átszervezték a közigazgatást, megmaradt a tartomány, de olyan néven, hogy Maros Magyar Autónom tartomány, és ahhoz már nem tartozott hozzá három szék, tehát Kézdi és az úgynevezett Kézdi meg Sepsi is, az attól kezdődően a Brassó központú tartományhoz, tartományhoz került. És nyilván a stálinista autonómia koncepciója nem szolgálható irányzatású számotokra a rendszerváltás után, de mégis amikor előkerült a területi autonómia kérdése rögtön az első vitáitokban, bármilyen szempontból lehetette használni ezt a hagyományt, volt-e bármilyen megkülönböztetett jelentőségemnek, a 89-90-es vitáitokban. Nem volt igazi jelentősége, és utólag is azt mondom, hogy ez baj. Azért nem jó, hogy nem, nem volt erről igazi vita a, a magyar autonóm tartományról. Az autonómiáról volt, mert az én véleményem szerint sokkal erőteljesebben kellett e volna rá hivatkozni. Azért nem hivatkoztak rá sokan, mert ez nem volt egy igazi autonómia. Tehát Egyáltalán egy, egy erősen központosított rendszerben autonómiáról nehéz beszélni, már pedig az a román pártállam az erősen központosított volt, viszont hogyha keretként, tehát legalább formaként 1968-ban ezt nem számolják fel, és egészen 1989-ig, még akkor is, hogyha csak is, ismétlem egy, egy tartalom nélküli forma uh -huh. maradt volna, még akkor is vissza lehetett volna térni hozzá, és ezáltal sok mindent másképpen lehetett volna fölépíteni. Amit egyébként én megéltem az autonóm tartományban, akkor, amikor még Vásárhely is oda tartozott, az elsősorban az, hogy tényleg magyar volt, az utca nyelve, tényleg magyar volt a hivatalos nyelv is, tehát kézdi vásárhelyen, amely egyébként, hát kizárólagosan magyar lakosságú volt, román szót nem is lehetett hallani, sem hivatalokban, sem máshogy nem használták a román nyelvet, az iskolában igen tanultuk, és meg is tanultuk a román, de egyébként a mindennapi nyelv az a, Magyar volt. Én azt szoktam mondani, hogy én a, az utcán a föliratokból, tehát az üzletek, meg intézmények fölirataiból tanultam meg magyarul egészen kiskoromban, amikor még nem jártam magyarul olvasni, uh -huh. amikor még nem jártam iskolába és hát ezt aztán rá 10-10 évre, mondjuk, mondjuk, egy olyan 15-20 évre már nem tettem volna meg, mert eltűntek ezek a föliratok még kézdi helyen is, és románná lett a, a, hivatalos nyelvhasználat ott is a, az intézmények nyelve. Én ilyen szempontból végigéltem azt, ahogyan például a kézdivásárhelyi iskolát is két tettük, román osztályokat hoztak létre. Ezekben a román osztályokban részben a kézdivásárhelytől nem túl messzire levő román vidékről, vodzaforduló és környékéről hoztak gyerekeket, illetve sok magyar gyereket is beirattak román osztályba, és végigéltem azt a saját családomban is. Az én apám mezőgazdasági mérnök volt, agronómus volt, és szaktanár aztán a aztán az 50-es évek végétől a mezőgazdasági iskolában kezddívására és és végigértem azt, hogy hogyan kényszerítették rá őt, és meg másokat is, hogy hogy a szaktantárgyakat azokat románul tanítsák. Mm. Tehát a, a, néztem, láttam otthon, hogy a saját apám Magolta, úgymond, a leckéket románul, és románul kellett tanítani azokat a gyerekeket, akik a környékről bejöttek az iskolába. Fogalmuk sem volt nyilván, sem a román szaknyelvről, sem semmiről. Tehát azért azért megtapasztalhattam azt, hogy mit jelent, mondom, a, a kommunista rendszer belül, mit jelent az, amikor tényleg vannak nyelvi jogait és oktatási jogait, és voltak az 50-es évek, tehát ez egy nagy, nagy kontraszt tulajdonképpen, hogy egy diktatórikus rendszerben, én most arról beszélek, hogy volt szabad nyelvhasználat azonnal vidéken, és volt anyanyelvű oktatás is, és hogyan tűnik el ez? Hogyan tüntetik el állami kényszerrel, hivatalos kényszerrel? 89-re már felszámolták, Gyakorlatilag minden, szinte minden ö, nyelvi, ö, kulturális jogunkat. Intézmény még volt néhány, például színházak, ö, színházak voltak, és ez nagyon fontos. Lapok is, újságok, folyóiratok volt néhány, de ö, iskola, önálló magyar középiskola már nem volt, csak vegyes iskola formájában, ahol a tantárgyak egy részét már románul ö, ö, kellett tanítani, és... Ö, tanulni, eltűntek erdélyszerte a helységnévtáblák, hivatalos feliratok, minden az égvilágon a, a, nyilvános térből. Magyarul innen kellett indulni, ezt kellett visszaépíteni. Érettség után a Babes Bolyai Tudományi mentél, a bölcsészkarra, a magyar-francia szakra nyertél felvételt. És ugye igazából ez a típusú Székelyföld-Kolozsvár mobilizációs séma, ez a mai napig meghatározó Erdélyben. Mennyire volt eleve elrendelve ez az út a számodra? Na, látod, most, hogy kérdezed, nincs emlékem arról, hogy én, hogy én vágyakoztam volna Kolozsvárra, vagy hogy ne vágyakoztam volna Tényleg. Kolozsvárra. Azért mondom, hogy jó, hogy beszélünk arról a korról, csak időnként vannak kételjeim, hogy lehet-e érzékeltetni azt a világot igazán? Néhányszor már elmondtam, hogy például én Kolozsváron életemben először akkor voltam, amikor felvételiztem az egyetembe. Tehát az hogy soha nem jártam Kolozsvára. Marosvásárhelyen először az előtt egy évvel jártam, tehát 18 évesen, és akkor is úgy, mert hogy a Marosvásárhelyi Rádió meghívott valamilyen, volt egy ilyen irodalmi pályázat, és akkor engem is meghívtak egy ilyen Két vagy három napos marosvásár helyi tartózkodásra. Nekem kolozsváron nem volt, csak érvényei voltak, tehát nem volt fogalmam, hogy milyen Kolozsvár. De vál... egy ilyen nagyon vágyott helyszín volt az a te? Vágyott volt az egyetem. Fankáziát persze. Van? az egyetem vágyott volt. Ami nagyon fontos volt, és amire vágytam természetesen, az az egyetem és az a, az a közeg, az a környezet. Tehát írók, művészek, értelmi, értelmiségek között létezik, és ezt meg is kaptam. Tehát annak ellenére, hogy egyetemi felvételire mentem 1970 nyarán legelőször Kolozsvárra, hogy mondjam, első naptól fogva nagyon otthon éreztem magam. Szóval számomra inspiratív volt, és egyáltalán nem szorongató. Nem. Nem, és ez azért nem volt szorongató, mert én azt hiszem, hogy az az éppen azért, mert nagy volt a külső nyomás, éppen azért, mert, mert, mert e, hogy mondjam, valamiféle védelemre szorult az identitásunk, egy nagyon szolidáris világ volt. Tehát, tehát, nagyon figyeltek az új egyetemi hallgatókra, nagyon kíváncsiak voltak a tanáraink, de nem csak a tanáraink, a bölcsészkar esetében, a, az írók, a különböző lapok. Hát euh, <laughs> már kezdettől fogva bejáratosak voltunk szerkesztőségekbe, teljesen természetesen nyitottak voltunk, nyitottak voltak velünk szembe, érdeklődtek kivel, mi van, honnan jött, mit csinál, euh, mit ír, mit nem, euh, mit nem ír. Euh, az az érzésem, hogy ez már elmúlt hát ha nem, de, de, nem vagyok biztos, hogy, hogy nem, nem múlt el. De hogy akkor, akkor ez, ez, nekem sokat segített abban, hogy, hogy eligazodjam, az biztos. Ehhez hadd kérdezek valamit, azt, azt mondta, hogy szolgálatás jellemezte az akkori közeget, miközben azért ugye, tehát te 70-es években csatlakozott, 70 csatlakozol be a Bábes bolyaiba, ugye 10 éve veszíti el az önálló státuszát, ugye ott az 56-os magyar forradalomban, vagy annak folyamányaként lezajlik egy tisztogatás diákok és tanárok között. De emellett, és ennek eredménye az, hogy az autonómia elvész, de emellett a 60-as években egyfajta liberalizáció is tehát Picivel szabadabb lesz kulturális, tudományos, akadémiai közélet, és ez valószínűleg sokkal abban bizakodásra ad okot. Szóval ezek a különböző dinamikák hogyan formálták a te becsatlakozásodat? Mennyire lehetett érezni azt, hogy itt azért egy számos traumát hordozó közeg csatlakozol éppen be? Én nem azt mondom, hogy akkorra már begyógyultak a sebek, de Jöttek új, új remények és új illúziók, így, így fogalmazhatnék. Tehát volt egy mély pont, ugye, Romániában, magyar szempontból, amire te is utaltál, 1956 után következett itt is a megtorlás, holott itt tulajdonképpen nem volt forradalom, nem volt tényleges lázadás, hanem a szolidaritásnak különböző, módon kifejezést adtak diákok, értelmiségiek, vagy mások, nagyon sokakat bezártak, halálos ítélet is sok volt. Tehát ez, ez volt a 56 után, 57, 58, 59, ezek az emberek nagyon sokan börtönbe kerültek 60-as évek elején, majdnem a közepén kerültek ki sokan a börtönből, de utána aztán rá néhány évre ugye Ceausescu került a párt élére, tehát az előző pártfőtitkár György is meghalt. Ceausescu került a párt élére és az állam élére, tehát ugye ő lett a legfőbb vezető, úgymond, hogy mondani szokták. És ő egy liberalizálással kezdte. Tehát e, e, próbáltak, a, e, kikerültek, kiengedték a börtönből az elítéltek egy részét, tehát a politikai e, foglyok egy részét, vagy e, nagy részét. E, nem voltak politikai e, perek, ha volt is valami, azt ugye valamilyen ürügygel e, rendezték meg és ráadásul ez egybeesett hamarosan rá két-három évre azzal az 1968-as nyitással, ami egész Európára jellemző volt, ugye a párizsi diák mozgalmat, diáklázadások, egyáltalán a Nyugat-Európában is ennek volt egy szimbolikája, hogy 1968, illetve a cseh, csehszlovák, ugye, mert akkor együtt, együtt, voltak csehek és szlovákok, a csehszlovák reform. A csehszlovákok próbálkozása arra, hogy valamiféle reformkommunista rendszerre váltsanak át az akkori első titkár Dobcsek vezetésével. És számos értelmiségi esetében hitelesítette is ezáltal magát Csaukescu, hogy Románia nem vonult be Csehszlovákiába. Tehát a, a Varsói Szerződés, ami egy katonai szövetség volt, a Varsói Szerződés államai a szovjetekkel, oroszokkal együtt bevonultak Csehszlovákiába, Magyarország is, de Románia Románia nem. Ez bizonyos értelemben hitelesítette ceausescu nyugaton is, tehát Nyugat-Európában és Washingtonban is, de hitelesítette itt bent is. Ráadásul ugyanebben az időben Ceausescu lazított, úgymond, a szorításon, ami a, a magyar kérdést illeti. Tehát akkor jöttek létre új intézmények, a Kritérium könyvkiadó létrejött, a Hét című heti lap Bukarestben, más kulturális intézmények, iskolaügyekben is úgy tűnt, hogy, hogy engedményeket tettek nyelvhasználati ügyekben is, és ez nyilvánvalóan egyfajta reményt adott a magyar értelmiségnek, hogy itt valóban változni fog, változni fog valami. Tehát én, amikor, amikor Kolozsvárra kerültem 1970-ben, tulajdonképpen ezzel találkoztam, ennek, ennek a reménynek, ennek a, a, az illúziónak még az utó rezgésével. Tehát a, a fájdalmak, a sérelmek, a sebek 1959-el az egyetem Egyesítésével kapcsolatosan megvoltak, de megjelentek új Ezek remények. Új, új remények. <coughs> Más kérdés, hogy ez nem sokáig tartott. Tehát már a 70-es évek elején, valamikor 72-73 körül, a Ceausescu rendszer meghirdetett egy új kultúrpolitikát, ami, ami már, már ilyen kínai vagy észak-koreai modell akart lenni, nem ment el odáig, de, de annak szellemében, és attól kezdődően szembesültünk azzal, hogy megint, megint illúzióink voltak, és megint elveszítettük ezeket az illúziókat. Ugye Maroszás erre került az igazszó szerkesztőségéhez, és nem tudom, meg tudod erősíteni, hogy neked gyakorlatilag, hogy mondom, azt a volt Székel János, <tosz> Dényíró költő és egyébként fontos drámaíró is. Ám milyen volt a vele való megismerkedésed, és milyen kapcsolatot ápoltál akkor vele? Szike János nem csak nekem volt nagyon fontos, mint szerkesztő, hanem, hanem, nagyon sok fiatal költőnek, hiszen ő az igazó című irodalmi folyóirat szerkesztője, volt, irodalmi folyóirat, ezen kívül volt még egy, Kolozsváron az utunk, ez heti lap volt tulajdonképpen. És hát volt a korunk, de az művelődési, társadalomtudományi és irodalmi lap is volt. Tehát itt két, két folyóiratra lapra lehetett számítani, hogyha el akartál indulni az irodalomban, és ha jelen akartál lenni, az igaz szóra és a, az utunkra. <kül> és Székely János ilyen értelemben mentora volt több egymást követő költő, költő nemzedéknek. Nem csak úgy volt versszerkesztő, hogy akkor hát uram küldött három verset, egyet tudunk közölni, kettőt nem, vagy sajnos egyik sem közölhető, hanem, hanem ugye tényleg mellettem ült a szerkesztőségben, tehát az asztala ott volt a Karnyújtási nyilra az én asztalomtól, Egész délelőtt bücskölte, a, így kell mondanom, a leveleket, tehát írta a Hászokat. válaszleveleket, megindokolta, mi tetszik, mi nem tetszik, ez miért nem jó, szerinte itt ezen még dolgozni kellene, és a, a fiataloknak azért nagyon fontos volt, tehát érezték ezek a, a fiatal kezdő, fiúk, lányok, hogy azért valaki figyel rájuk, és valaki komolyan, komolyan veszi őket. Amikor te úgy döntesz, hogy elmész a politikába, a rendszerváltás pillanatában, akkor a székelynek van egy nagyhatású eszéje, a demokrácia egy címmel, amiben, mondom, így fogalmaz, az emberi társadalom bármiféle egység, szervezet, szervezet és dominanciával hozható létre, másképp sehogy vagy hogy mondjuk egy még éresebb meglátását, azt írja, a demokratikus hatalmi struktúra épp csak annyiban különbözik bármelyik mástól, hogy a dominancia arcot más eszközökkel vívják, más játékszabályok szerint döntik el. Ezért mondhatjuk, a demokrácia vagy manipulatív ideológia, vagy illúzió. Erről a hatalom felfogásról hogyan gondolkodtál a rendszerváltás előtt, és hogyan gondolkodsz ma közel három évtizedes első évvonalbeli politikai pályafutás után? Én azt gondolom, hogy erkölcsös hatalom lehetséges. Ez, ez egy nagyon, hogy mondjam, ez is egy nagyon kemény kijelentés, ugye, mert azt nagyon jól tudjuk, hogy a hatalomnak mindig van hordaléka, tehát amikor valami mellé leteszed a voksodat és valami mellett döntesz, akkor abban a pillanatban valami ellen is döntesz. Szerintem a döntéseket vállalni kell, és hogyha van mondani valód, és van programod, és van víziód, akkor a hatalmat, hatalmat is vállalni kell, és nem nem hiszek abban, hogy hogy a, a hatalom az óhatatlanul mocskos, hogy a hatalom az óhatatlanul erkőstelen más szóval... És azt kellett ezt kérdezt, kérdezt, az irodalmár és művész ismerőségének a politikai pályafutásod során? Volt olyan vitád, ahol például ezeket a szempontokat azokkal, akik mondjuk inkább a székelyi jelvet vallották, le tudtad láttatni a magad igazát? Hát volt, de ez a vita mondjuk nem ilyen szinten zajlott, hogy, hogy jó-e a -jó hatalom, e, e, vagy rossz a hatalom. A vita arról szólt, hogy Kell-e vállalni kompromisszumokat? Gyakorlatilag rendszerletes pillanatban beszállsz a, be a politikába, és ezt nagyon hamar, nagyon komoly kihívások érik. Ugye bár Marosvásárhelyen ülünk, a 90-es fekete márciusban ö, olyan indulatok szabadulnak el, és olyan helyzeteknek kell megfelelni, amire gondolom, hogy nem voltál fölkészülve, és gondoltál arra, hogy ilyen hamar e, ilyen típusú konfliktusoknak a kezelésében, vagy bármilyen más szempontból történő megoldásában kellene gondolkodnod, vagy egyáltalán beszélgetned az ismerőségre. És is nagyon érdekel az, hogy egyszer írtál arról, vagy nyilatkoztál arról, hogy Domokos Gézával egy komoly vitád volt a Fekete Március kapcsán. Ugye akkoriban, hogy 89 karácsony alakul meg a Magyar uh, Magyar Demokratikus Szövetség, a Románia Magyar Demokratikus Szövetség, és első elnöke volt egészen 93 ben amikor te váltott. Van erről egy felvételünk, most szeretném, csak meg tudnánk ezt nézni közösen. Nézzünk is képet kapasnak arra, hogy hogy is nézett ki valójában ez a pogrom. Uh, eléggé megrázó képek fognak következni, ezt az érzékeny nézőink kedvéért mondom el. Szóval ne hogy szeretném, csak visszaidéznénk konkrét képeken keresztül ezt a történést. Nagyon ja, fontos adott mellékutákon, amelyek itt nem mennek, mint egy gondolom, állják el a férfiakat hogy onnan kisebb erők nem vagy, de ugyanak a polgár épületben is épülete és hát lehet szép a mellett Csak abban az esetben van jövőnk, ha megtízunk egymásban, ha nem hagyjuk magunkat félrevezetni,

Ők lent jöttek autókba, papákba, csákányokba, fejszítték mindjárt. Ők állítottak, most mi is egy kicsit felszerekeztünk. Ha úgy látod, lepik meg Szóval csak a fiatal nézőink kedvéért ez egy példátlan helyzet, amikor euh, évtizedes viszonyban nem volt hasonlóra példa, euh, hogy román emberek, magyar embereket úgy agyonvernek, hogy többen meghalnak, rengeteg ember megsérül, és mindezt ráadásul ugye a román hadsereg jobbára tétlenül nézi végig, többen felvetik azt is, hogy kvázi ezzel asszisztális felbátorítást ad a csőcseréknek. Ebben a kérdésben mi volt igazából, ami bennétek véleménykülönbségetek volt Domokos Gézával? Domokos Géza egy adott pillanatban úgy érezte, hogy mi is eltúloztuk a követeléseinket azokban az első <kül> hónapokban, és ráadásul az volt a véleménye, hogy volt egy hatalmas, tényleg százezres magyar tüntetés február 10-én, tehát 1990 február 10-én könyves gyertyás tüntetésnek nevezzük, mert az volt a felhívás, hogy ki-ki egy könyvet és egy gyertyát hozzon magával, és ez nagyjából így is történt, és hogy ezzel tulajdonképpen hát túlfeszítettük a helyzetet. Én ezzel nem értettem akkor egyet. Az volt a véleményem, hogy semmilyen objektív akadálya nem volt, hogy akár a magyar iskoláról, a bolyai középiskoláról legyen szó, akár más hasonló követelések, két feliratok, ne lehetett volna megvalósítani ezt néhány hónap alatt. Ő úgy ítélte meg, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz. Sajnos az is lett, ez egy másik, másik kérdés. Bocsánat, ő... A stratégia vagy taktikai különbség volt hogy Azt érezte, hogy ha ezt most hozzátok elő, akkor ez olaj lehet a tűzre, és ezért volt mérsékeltebb, vagy te inkább egy stratégiai különbség volt ez, hogy mennyi idő alatt lehet egy ilyen követést úgy átvinni, hogy tartós maradjon és beépüljön a társadalomba? Hát én azt hiszem, hogy csak stat taktikai különbség. Taktikai különbség. Ő hát ő ő ezekben, ezekben a kérdésekben ő ilyesmiktől, ilyesmiktől félt, de tulajdonképpen a vitánk, a, igen, de a vitánk, amire aztán én utaltam, tehát ez még csak nézetkülönbség volt, az Budapesten zajlott egy egész éjszaka, vele is, meg másokkal is. <köhem> És ö, nekem akkor az volt a véleményem, hogy itt valamiképpen nagyon keményen meg kell mozgatni a nemzetközi közvéleményt, ö, beleértve azt is, hogy ö, ez utólag elismerem, hogy ez egy valószínűleg egy illúzió volt, valószínűleg egy naív elképzelés volt, hogy ide valami módon Erdélybe, Marosvásárhelyre valamilyen nemzetközi erőt, befolyást, megfigyelőket kellene hozni. Ez ak akkoriban azért nem volt olyan elképzelhetetlen dolog, hát akkor zajlott Jugoszláviában, a volt Jugoszláviában, már akkor ott voltak a feszültségek, később polgárháború meg minden. Tehát nem biztos, hogy illúzió volt, de készséggel elfogadom, hogy nagy esély nem is volt erre. Géza nem hitt ebben, Dobokos Géza azt mondta, hogy ez, ez, lehetetlen, ilyesmit megpróbálkozhatunk vele, de erre úgy sincs, úgy sincs esély. Én kaptam, hát én Marosvásárhelyi voltam itt volt a családom, ugye itthon voltak, és kaptam közben, mert azért nagy nehezen telefonkapcsolatot lehetett létesíteni, bár tényleg félmarosvásárhelyet szétverték, lehetett létesíteni, és kaptam a híreket. Tehát ez rémisztő, amit most láttunk, hát ez volt akkor a, ez volt akkor a helyzet. Azokban a napokban, és azt is tudtam, hogy, hogy honnan indult el látszólag a dolog. Azelőtt, akkor még itthon voltam, az egyik lakótelepi gyógyszertár ablakára kiírták a gyógyszerészek magyarul is azt a szót, hogy gyógyszertár. Csak ilyen nem volt magyar feliratok, akkor már nem voltak sehol. És a román elnevezés, tehát farmácie románul ez a gyógyszertár, alá magyarul is körülben kiírták, hogy gyógyszertár. Összegyűlt egy több ezres román tömeg ott a lakótelepen, tüntetés, cirkusz, és akkor érezni lehetett, hogy, hogy ez így megoldhatatlan. Tehát, tehát magunk sem láttuk, hogy ez, ez hogy oldható meg, hogy egyetlen eh, magyar eh, felirat miatt ekkora román eh, tüntetés. Lehet összegyűjteni. És nem is úgy, hogy ne lett volna ott románul, hát nekünk a követeléseink végképp a kétnyelvűségre vonatkoztak, kiírni a román helységnév mellé vagy alá magyarul is azt, hogy marosvásárhely, meg ehhez hasonló. <kül> Tehát akkor én magam is úgy láttam, hogy ha ez így megy, ez így, valamilyen külső befolyás, erő beavatkozás nélkül ez, ez akkor nem fog működni és ott Budapesten arról vitáztunk végig, hogy adjunk ki egy közleményt, amelyben végül is felhívjuk a nemzetközi közvélemény figyelmét, hogy itt nagy baj van. Végül is kierőltettük, nem azt mondom, hogy kierőltettem, mert azért egyetértettek néhányan velem, akik ott voltunk, értelmiségek, ott volt Csédi van meg Kányádi Sándor is, meg, meg többen ott voltuk, kiadtunk egy ilyen közleményt, azt Domokos Géza is aláírta egyébként, tehát azért, de a vitát azt, azt, ott lefolytattuk, és akkor tényleg, tehát ő csitítani próbált, mérsékelni próbált engem is, én meg úgy éreztem, hogy nem, ez, ez, nem az a pillanat, amikor itt, itt ezt most el kell fogadni, el kell viselni, és egyáltalán, hogy ez, ez így ahogy Marosvásárhelyen történik, ez, ez lerendezhető. Tehát ezek voltak a, a kifórásnak a hónapjai, a, a dilemmák, a, szörnyű szörnyű élethalál dilemmák hónapjai is. Az első úgymond szabad választásokon szenátori mandátumot szerzel, és azt több mint negyed évszázadon keresztül tartod, és aztán 93-ban átteszed az RMDS vezetését. Nézzük meg annak a kongresszusnak a felvételét, amikor ez megtörténik, amikor megválasztanak, és aztán szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban téged. A legyen a mérséklet a, a Realitásérték realitás érték ilyen és, és ehhez hasonló jelzőkkel kommentálták a komolyabb román, román ma a romániai vagy az a tövetség kongresszusnának kimenetelét. hogy elnök ki a kiegyensúlyozatságáról, nyitottságáról ismert politikus, Markó Pilát választotta a tervezet, megőrizte ugyanakkor a próféta lelkű tőkés látott hitteletbeli elnökekért. Az, hogy a területi autonómia kifejezés, cél, a programban a helyi és regionális terüldöltetett fogalmának a tárta helyét, az egyik román hatpacsonata szerint egy bomba hatástalanításával ér fel. Csóti György arról számolt be, hogy Markó Billa az eredményes új elnöke programvezetében az egység megőrzését és a demokratikus román ellenzékkel való együttműködést hangsúlyozta. Tők és László, aki tiszteletben jelenik ki kérte az Egyesült Államokat, hogy a román népnek adja meg a legnagyobb kedvezmény elvét, hiszen a óriási elszegényedés volt csak a politikai szélsőségesek kedvez. Egyébként a román sajtó általában üdvözlő a mérséket számos tartó Markó Billa elnöki választását. Kifogás csak az autonómiáról és az a szóló megjegyzésre fakott a Az A telemélemények szerint ugyanis sem autonómia, sem örendeltetés nem jár a detekti kisebbségnek. Micsoda, hogy Erzi használt hogy el is mosolyodtál. Um, ugye már te is tudtál arról, hogy volt ez az úgynevezett mérsékeltek radikálisok ok, szembeállása, ha lehet így fogalmazni, akkor radikálisok vezére alakjának szokták tekinteni tőkés Lászlót, és hát úgy súlyt a bejátszáról, mint aki a mérsékeltek vezére alakja, vagyis végül te kapsz többséget. És azért érdekel, hogy beszéljünk erről egy specifikus vonatkozásban, mert hogy ennek igen hamar komoly jelentőség lesz az úgynevezett Neptun botrányban, miről van szó. 93. júliusán egy fekete tengeri üdülővárosban találkoznak az úgynevezett mérsékelt szány több képviselője, egy amerikai NGO közvetítésével, a román államhatalom több képviselőjével, és igazából ezt a radikálisok rögtön arra használják ki, amikor ennek nyilvánosságban híre megy, hogy hát kollaborációval vádoljanak meg benneteket, vagy a mérsékelteket, és azt állítsák, hogy itt valami fajta titkos összeeskés, vagy egy titkos találkozón keresztül zajlik felhatalmazás nélküli tárgyalás arról, hogy hogyan kellene a legfontosabb követeléseit az rnds nek területi autonómia önrendelkezést elrendezni. Neked a mából visszanézve, mi a legfontosabb tanulságod a Neptun botrányal kapcsolatban? Hát legelőször is ez ö, ö, egyfajta amerikai ö szorgalmazásra történt, tehát egy amerikai alapítvány, tehát kvázi civil szervezet hozta össze ezeket a beszélgetéseket, tehát volt Svájcban is egy ilyen, és aztán volt Neptunfürdön a Fekete-tenger partján, de eléggé világos, hogy emögött volt egyfajta hivatalos szándék is akarat, az amerikai Egyesült Államok részéről, hogy valamiképpen oldani a feszültséget, és valamiképpen lépéseket tenni egyáltalán a, hát a megbékélés, a kiegyezés irányába. Ezeknek a kollégáknak, akik részt vettek ezen a legutóbb emlegetett Neptunfürdői fürdői találkozón, ahol aztán született is egyfajta hát egyesség vagy megegyezés az akkori román kormánypárt képviselőivel, hogy hát a Kolozsvári Bábesbójai Egyetemen 300 helyet lehetővé tesztek a magyaroknak felvételén, a magyar felvételizőknek, tehát hogy beindul egy olyan folyamat, amely elvezethetne a magyar egyetemi anyanyelvű, magyar nyelvű oktatás visszaállításához. Nos, ez tulajdonképpen tényleg egy ilyen felhatalmazás nélküli tárgyalás volt. Nekem a kollégák beszámoltak arról előzőleg, hogy lesz egy ilyen találkozó, de én akkor egy dologra kértem meg őket, hogy ez Kerekasztal, ez beszélgetés, ez nem tárgyalás. Tehát nem, nem román-magyar tárgyalás, és főleg nem politikai tárgyalás. Nem láttam még elérkezetnek az időt. Tehát nekem nem elvi kifogásai voltak az ellen, hogy leüljenek román politikusok és magyar politikusok, és megbeszéljék, hogy milyen lépéseket kellene tenni ahhoz, hogy bizonyos hogy a viszony javuljon. Tehát abban a pillanatban, hogy mi vállalkoztunk a politikára, abban a pillanatban, hogy mi parlamenti képviseletet akartunk és hoztunk létre, tehát részt vettünk a választásokon, abba beleértődik az, hogy mi parlamenti eszközöket akartunk használni a megoldásra, és beleértődik az is, ami később aztán bekövetkezett, hogy netán, román pártokkal koalícióra lépünk, kiegyezünk, megegyezünk, és akár bevegyünk a kormányba is. De nem láttam még 1993 ez azt hiszem, hogy tavasszal volt, vagy nyár elején, tehát 1993-ban nem láttam még elérkezettnek az időt, hogy már is tárgyalásokat folytassunk félig meddig a nyilvánosság kizárásával, vagy a nyilvánosság tudta nélkül ebben a román-magyar román -magyar ügyben. Beszélgetni... De bár, ezt segíts megértenem, mert hogy az a helyzet, hogy akkor már azért két és fél éve ott vagytok a megválasztás után, ez 93. júniusa elvégben és azt mondod, hogy nem, nem látod az időt arra, hogy ezt a, ha jól értem, azt mondod igazából, hogy ezt az erdélyi magyarság, aki megválasztott, ne vegye kollaborációnak, árulásnak a magyar ügyel szemben. Ezért egy transzparens tárgyalásban nem lennél benne, de egy ilyen zárt ajtók mögött amerikai civil szervezet által szervezett, amely egyébként Joni Liescu elnök állambiztonsági embereivel is együtt működik, történik tárgyalásban, hogy mégis elengeded az embereidet, szerintem könnyű belátni, hogy ez miért kelt, amikor kirobban a botrány, nagyon sokorban elemi megrendülést az RMDS-szel szemben. Én, én, nem hiszem, tehát ez az RMDS, ez, ebből az földrengés nem lett. Az RMDS bizonyos ö, ö, csoportosulásaiban igen, de a közvéleményben az én tudomásom ö, szerint Szerintem nem. Másrészt minden látszat ellenére, akkor tényleg megtört a jég, tényleg, tényleg beindult valami, és tényleg ezen az úton mentünk tovább. Hát ez az igazság, a vita arról folyhatott, hogy akkor most már azt eredménynek lehet-e tekinteni, hogy van néhány magyar hely az egyetemen, nem néhány, hanem néhány száz vagy ehhez hasonló lépéseket eredményként, eredményként kell elkönyvelni, de én azt hiszem, hogy akkor zajlott le az első vita arról, amiről utólag még nagyon sok vita volt, és ami igazság szerint tényleg a lényeget érinti és a lényeget érintette vagyis az, hogy dupla vagy semmi, mondták nagyon sokan az LMDS-ben is, tehát vagy mindent, vagy semmit. Tehát vagy egyszerre, egy intézkedéssel, egy lépéssel megoldunk mindent, vagy pedig részeredményeket elfogadni nem szabad mert a részeredmények azok megalkuvást jelentenek, a részeredmények azt jelentik, hogy föl lehet mutatni külföldön például, hogy itt azért a román többség engedményeket tett a magyarok számára, és akkor soha nem fogjuk elérni azt, amit akarunk. És nem tagadom, hogy én magam is úgy gondolkozom, és úgy gondolkoztam akkor is, hogy hogy igen, lépésről lépésre lehet csak itt előre haladni a román, a román politikában. Hát, hogy mondjak egy, egy példát. Itt van a gyógyszertár felirat, egy darab felirat Marosvásárhelyen, ami közvetlenül elindította végül is a március 19-20-ai 19 -20 összecsapást, ogrom kísérletet, összecsapást. Na most persze, hogy nem csak ez volt ennek az oka, de ez ki tudott váltani egy hatalmas román tüntetést. Ma Erdély szerte azért csak lehet mindenütt látni magyar feliratot, magyar helységnév táblákat, Marosvásárhelyen is, máshol is, a végigjössz Erdélyen, a nagyon magyar lakosságú településeken számos magyar felirat van. Nekem az a, az az álláspontom ma is, hogyha nem úgy politizálunk, ahogy végül is politizáltunk, sok, sok, hordalékkal, persze, neptuni vitákkal, cirkusszal, függelemsértésekkel, meg mindennel együtt, meg diktatórikus föllépése, ha nem úgy politizálunk, akkor nagyon könnyen megtörténhet, hogy nincs semmi, vagy, vagy szinte Beszélj egy kicsit még akkor ezekről az úgynevezett radikálisokról, már csak azért is, mert hogy valóban te is utaltál arra, hogy például a e, szlovákiai magyar politikában hogyan töredezett szét a magyar képviselet. Ehhez képest az RMD-hez valóban meg tudta őrizni ezt a e, domináns pozícióját, annak ellenére is, hogy 2003-tól kezdődően tők is gyakorlatilag, e, vagy a tükis köré e, csoportosuló emberek gyakorlatilag hát kívülről kezdték el támadni magát az RMDS. -t. Nézzük meg, hogy hogy ki konkrétan az a 2003-as kongresszus, ahol ketté vált az RMVS és útja, bár aztán később volt még rövid ideig bizonyos típus együttműködés. nézzük meg ezt a 2003-as kongresszust, és aztán akarlak kérdezni kifejezetten tőkés személyéről. Mivel a kongresszus legitimitását mutató ellenzék nem állított jelöletet, Marko Béla egyedül az RMDS elnöki tisztségére. A küldött több mint 80 a szavazott neki bizalmat. Hasonló szóval állományra a kongresszus az alapszabályt, ahol a tisztelettel jelnőtte mutató úr Egy bizonyos politikai állam menni odaállni, egy bizonyos eh, csoportosulás mellé a veremérszem belül odaállni, nem igazán volt összerékíthető a tisztelt ennek a tisztége, és az elmúlt években államnak feszültségeket váltott nem jelenti azt, hogy meg a eh, véleményeknek nem kell helyet adni az rmds és hogy ennek nem lehet nagyon is fontos szerepe a RMDS-en belül. Tőkés László viszont úgy látja, ha a szervezet nem nyújt mm. lehetőséget a változtatásra, akkor nem csak ő, de sokak eltávolodhatnak az RMDS-től. Nagyon kevés a bizalma arra, hogy az RMDS a vezetőséget valókon akarja-e, és a belső választások megfelelő eszközként szolgálnak-e az erdélyi önálló magyar kisebbségi nemzeti képviselet megteremtésére. Több is református az rng ezben továbbra is a belső önkormányzat megmagasítását szeretné elérni. Miért lehet az, a viszonyatok? Én szerintem először is Tökés László nem volt alkalmas a közös politizálásra. Tehát ő, ő nem volt alkalmas arra, hogy leülünk, együtt megbeszéljük, ő is valamennyit enged a véleményéből, én is engedek, más is, tehát, tehát ő egy magányos harcos maradt, ez az igazság az RMDS-en belül is. Azon kívül, hogy mindig volt körülötte egy csoportosulás, mindig voltak hívei, de az is úgy működött, hogy vagy hallgattak rá, vagy pedig akkor viszontlátásra, tehát az én véleményem szerint. Ő neki nagyon nagy befolyása volt, egy karizmatikus személyiség volt, nem csak az RMDS-ben, hanem természetesen a az egész erdélyi eh, magyar közvélemény számára, sőt a magyarországi közvélemény eh, számára is, de eh, vele eh, együtt dolgozni nem lehetett. A belső működéssel kapcsolatban ez a kritikája tőkésnek, ez végigvon igazából az RMDS történetén. Te magad is utaltál úgy a nyilatkozatodban, hogy klasszikus értelemben ez nem egy párt, Ráadásul tényleg a legelejtől kezdődően számos beszélgetés szólt arról, hogy ez most gyakorlatilag egyfajta ernyőszervezete sok különböző érdekképviseleti intézménynek, egyfajta állam az államban, vagy pedig egy klasszikus párt. Igazából szerintem mi a legfontosabb különbség a két elgondolás között, is? hol voltak a legsúlyosabb konfliktusok abból, hogy ebben nem volt igazán egyértelmű álláspont. Az RMD ezt valóban e Valamikor, nem is 90-ben, tulajdonképpen 92-ben, amikor készültünk a 93-as váltásra és a 93-as kongresszusra, valóban úgy próbáltuk alakítani, hogy ez ellásson bizonyos közösségen belüli önkormányzati szerepeket. És ez természetes is volt. Tehát ennek a közösségnek Autonómiája nem volt, és nincsen most sincsen, és ugyanakkor szükség van olyan döntések kidolgozására és meghozatalára, amelyek ezt a közösséget érintik, és nem, nem másokat. Na most ez a nagy különbség egy politikai párthoz képest. Sok példát lehetne erre fölhozni. Bizonyos értelemben, ha ezt állami hatáskörök tekintetében is el tudod érni, akkor persze ez egyfajta kulturális autonómia. Menet közben egy-két ilyen, ilyen e, jogot megszereztünk. Például a magyar iskolák esetében a, e, az iskolai igazgatókat e, csak az RMDS egyetértésében lehet kinevezni Romániában. Mm -hmm nem mi nevezzük ki őket, vagy nem az RMDS nevezik ki őket, és nem is az RMDS dönti el, hogy szakmailag kompetensek, kompetensek-e vagy nem, de végül is, ha mi nem bólítunk rá, akkor nem nevezhetik ki az RMDS nélkül. Ez egy, ez egy példa arra, hogy mire gondoltunk akkor, amikor ilyen belső vagy egyáltalán önkormányzati funkciókat szántunk az RMDS-nek. Ennek a logikának volt még egy fontos eleme, ez a belső szavazásoknak a rendszere, amivel muszáj puskázni, ami hogy pontosan el tudja mondani, tehát a lényeg az volt hogy ennek az elgondolás, hogy az összes erdélyi magyar választót azt egy nemzeti kataszterbe írják össze, és gyakorlatilag ők aztán egy versengő választáson külön képviselőket az erdőszervezet, azaz az RMDS mini parlamentjébe, és itt ugye az lenne a lényeg, hogy ez a mi parlament megválasztaná az erdélyi társadalom végrehajtó hatalmát, az RMDS operatív testületét, a politikai és az operatív testület vezetői. Na most a belső nevezék szemben egyik, vagy a veled személy leggyakoribb kritikája az, hogy az elmaradt, sőt ők is Lászlói kifejezetten azzal vádolnak, hogy a hatalmi bevetonozásod miatt maradt el ennek a végső soron bevezetése mi a reakció erre a kritikára? Ez, ez, a belső választás, ez valami olyasmit lett, lett volna, hogy tényleg akkor egyfajta ilyen belső önkormányzatoként vagy államként működni, választásokat e, e, szervezni. E, ez, e, ennek úgy neki futottunk néhány nem szerveztünk ilyen választásokat, de neki futottunk, próbáltuk elképzelni, hogy hogy lehetne ezt meg, e, megcsinálni én az az igazság, hogy ezt lehetetlennek láttam. Tehát a romániai körülmények között... De miért pontosan? Mert nem, nem lettünk volna képesek ezt így, így megszervezni. Megszervezhetetlenek látod, amiatt is, mert hogy 96-tól azért akadtak feladatok a kormányban is, tehát hogy van egy olyan kritika is, hogy igazából a kormányzásban való részvétel annyi intellektuális energiát elvitt és annyi szervezőmunkát követelt meg az RMDS-től, hogy igazából ezt a két fontos dolgot egyszerre vinni nem lehetett mert nem volt rá sem tér, sem idő, sem erőforrás. És nem volt rá igény? Nem volt rá igény. Tehát itt, vagy? Én igen, tehát senki sem kérdőjelezte meg igazság szerint az RMDS-nek az egyébként szerintem persze hagyományos módszerekkel eléggé demokratikus felépítését. Tehát ebbe a szervezetbe bárki beléphet tagdíj nélkül például. Én azt gondolom, hogy inkább egy olyan remény volt az RMDS, vezetőségével, vagy velem szemben álló csoportosulás, csoportosulások részéről, hogy akkor így meg lehetne változtatni az erőviszonyokat. De ennek nem volt semmi ilyen. Ez sem közvéleménykutatások nem, nem bizonyították, hogy meg lehetne változtatni az erőviszonyokat, sem valamiféle hát, közösségi véleménynyilvánítás, vagy közösségi akarat. De nem, nem volt. Az, hogy ezt a tagság nem bolygatta, abban emiatt szerepet az, hogy ők pontosan fölmérték azt, hogy az rmds nek az a helyzeti előnye a romániai pártok irányába, hogy rendben van a hátország, és hogyha bármilyen típusú ilyen demokratizálási kísérlet, hogy ez az ernyő szervezeti működésnek az erősítése megtörtént volna, akkor lehet, hogy pont az RMDS érvényesülését rontotta volna, érvényesülési lehetőségét szűkítette volna a román politikában. Nem tudom, szerintem egyszerűen a tagság nem érezte úgy, hogy ez nem demokratikus ez a szervezet. Ezt nagyon komolyan mondom. Tehát hogy egyesek érezhették meg, hogy voltak konfliktusok, hogy lehetett volna sok esetben demokratikusan eljárni, ez, ez biztos. Okay. De egy ilyen általános vélemény, hogy ez nem volt, nem volt demokratikus, tehát még egyszer mondom, először is összehasonlíthatatlanul nyitottabb volt az RMDS, mint bármelyik politikai párt. Tehát ma már a politikai pártokban ugye látom, hogy ismétlem az előbb beszéltem róla, a párt elnök megmondja Magyarországon és hogy ki lesz a képviselő, ki lesz a szenátor. Ilyen nálunk nem volt. Úgyhogy éppen ezért nem, nem alakult ki az, hogy akkor na most itt van egy, van egy diktatórikus volt a szervezet olyan szempontból, én magam is, hogy amikor véleményt kellett mondani Bukarestben vagy másút valamiről, akkor nem engedtem azt, hogy többen többfélét beszéljünk. Nem, nem engedtem, nem engedhettem, és utaltam arra, hogy ez már a legelején a, a Neptun ügy kapcsán meg egyéb ilyen viták nyomán kialakult, hogy ott viszont nincsen, nincs megértés. Tehát ott egy vélemény van, és azt képviseljük mindannyian. Persze, hogy ezt el lehessen érni, hogy ezt el is fogadja mindenki, ahhoz az kell, hogy jó, de meg kell kérdezni az embereket, és ha nincs is formális döntés, akkor tájékoztatni kell őket, meg konzultálni kell velük. Én ezt sokkal nehezebb munkának éreztem, meg kell mondanom, és, és sokkal nagyobb kihívásnak, mint a a román pártokkal, vagy a román politikusokkal való tárgyalást. Az se könnyű. Az se könnyű, de ott mintha egyszerűbb lett volna, tudtuk, mit akarunk, be tudtam mérni, hogy meddig mehetek el a kompromisszumban. <kül> ott ilyen problémáim nem voltak. De az, hogy az RMDSZ-en belül ez a ez végül egy eléggé mamut szervezet volt, s most is az, hogy ez, ez ne essék szét, az, az nehezebb, nehezebb feladat volt. A 96-os választás nyilván a román demokrácia szempontjából is sors döntőnek számít, de az RMDS szempontjából is. Ugye ekkor van az, hogy a demokratikus konvenció pártja, illetve a demokrata pártal közösen emelkedik először a kormányra az RMDS. Szerintem a magyar nézetnek semmit nem mondta, hogy mi az, hogy demokratikus konvenció. Úgyhogy arra kérek első kérdő, hogy mondd pontosan mi volt ez a formáció. Ez az úgynevezett történelmi pártoknak volt a, a szövetsége, tehát 1989-nek már a végén, 1990 elején újjá alakultak a két világháború közt, illetve a világháború után még néhány évig működő román történelmi pártok, tehát a román nemzeti parasztpárt, ez a Julium Mániumnak volt a pártja tulajdonképpen annak idején, a nemzeti liberális párt, egy szociáldemokrata párt is, ami nem volt azonos az idsq pártjával, tehát a régi szociáldemokrata párt, aztán vagy két környezetvédő párt is. Tehát elég sokan voltak ebben a demokratikus konvencióban, és az ő közös elnökjelöltjük volt Emil Konstantinescu, aki egyébként a akkor, ha jól emlékszem, a Bukaresti Egyetemnek volt a rektora, egyébként geológus professzor, és hát az 1990-es Ilieszkó ellenes egyetemtéri tüntetések egyik főszereplője, és én vele egyeztem meg végül is, annak ellenére, hogy akkor már nem voltunk benne a Demokratikus Konvencióban, vele egyeztem meg, sőt, egy írásos megállapodásunk is volt, amelyet aztán a minden demokratikus konvenció pártelnök, tehát parasztpártiak, liberálisok és mások aláírtak. Egy megállapodás, hogy vállalják, hogy amennyiben megnyerik a választásokat 1996 őszén, ezt a megállapodást valamikor 1996 őszén írtuk alá szintén, de még a választások előtt, akkor velünk együtt kormányoznak. Tehát elfogadják azt, hogy az RMDSZ is ott legyen a kormányban. Ennek a, az ellentétele az volt, hogy mi viszont a választások második fordulójában Emil Konstantineszkut támogatjuk a, az elnökválasztáson. Két fordulós volt az elnökválasztás, mert <kül> és az első forduló egybeesett a parlamenti választással. Két jelölt jutott a második fordulóba, Jan Iliescu és Emil Konstantinescu, és Emil Konstantinescu a mi támogatásunkkal, tehát a magyarok szavazataival megnyerte a, az elnök választást, és tartotta a szavát, tartották a szavukat, és nagyon nehéz tárgyalásokkal, ez tagadhatatlan, mert akkor egyesek már szerettek volna kihátrálni ebből a megállapodásból, de végül is az RMDS részévé vált a következő román kormánynak. És azt kell mondanom, hogy hát megint nem szeretek lelkendezni, vagy nem szeretek nagy szavakat használni, de ez tényleg egy történelmi döntés volt. És tényleg fordulat volt akkor a romániai-magyar politikában, mert abban a négy évben, amíg együtt kormányoztunk, alapvetően sikerült megváltoztatni a közhangulatot, ami egyáltalán a román-magyar együttműködés gondolatát illeti. Tehát azt, hogy románok és magyarok például a politikában, sőt a román kormányban is együtt dolgoznak, nem beszélve arról, hogy áttörést értünk el ö, olyan kérdésekben, mint például az elállamosított javak restitúciója. Erre már nem sokan emlékeznek, de óriási föld- és erdővagyont sikerült visszaszerezni egykori tulajdonosaiknak. Például a székelyföldön ma szerintem gazdasági kulcskérdés az, hogy működnek az úgynevezett közbirtokossági erdők. Nos, ezeket a közbirtokossági erdőket is sikerült visszaszerezni, de azon kívül jelentős ingatlan vagyont, meg föld vagyon, Abban a négy esztendőben nem beszélve arról, hogy elfogadtunk egy új oktatási törvényt, és elindítottuk a kétnyelvűség szabályozását is, ami aztán a következő kormány idején vált vált törvényi. Hogy nézett ki a 96 és 2000 közötti koalíciós kormányzás? Ugye volt néhány fontos, hát majdnem töréspont is ebben az együttműködésben. A legélesebb talán 98 ban amikor az RMDS egyébként tőle szokatlan módon, és ez nem jellemezte a, alapvetően a politizálásotokat, de hogy ultimátumot intéztetek az önálló Magyar Egyetem ügyében. Hogyan értékeled ezt az egészet mából visszanézve? Tehát nem volt ez könny könnyű kormányzás, de a mi szempontunkból sem, és általában Általában sem. A mi szempontunkból azért nem volt könnyű, mert az előbb már utaltam rá, hogy azért nekem is gondom volt rá, hogy legyen egy papírunk, egy egyességünk arról, hogy mi támogatjuk Emil Konstantineszkud, viszont akkor együtt fogunk kormányozni. <coughs> Ennek ellenére a koalíciós tárgyalásaink azzal kezdődtek, hogy meg akartak győzni engem, hogy fogadjam el, hogy Hát kapunk egy államtitkári tisztséget a, az oktatásban és a kultúrában, ami egyébként fontos természetesen, de ne akarjunk miniszteri tárcákat. Tehát ne akarjunk ott ülni a kormány asztalánál. Persze, hogy ezt visszautasítottam, sőt, <coughs> még azt is sikerült hát kivitázni, kitárgyalni, hogy létrehozunk egy kisebbségi miniszteri tárcát. De ismétlem beleütköztünk ezeknél az egyébként szövetségeseknél is, tehát a mi koalíciós partereinknél egy csomó ö, ö, ellenérzésbe, ö, állandóan vitákat folytattunk ö, oktatásról, egyebekről, ahol viszonylag jól haladtunk, de az sem volt egyszerű ott is. Ö, az előbb utaltam a közbiztokossági erdőkre, az utolsó pillanatig nem tudtam, úgy nézett, hogy nem tudom elérni, hogy azokat is bevegyék a restitúciós törvénybe. A végén mégis sikerül. De azt, hogy önálló magyar, Kolozsvári önálló állami magyar egyetem, azt nem ö, tudtuk kicsikarni ebből a koalícióból, később sem egyébként. Viszont, ö, ami utólag is egy dilemma számomra, Létrejött egy, megszületett egy kormányhatározat, hogy létrejön egy közös német-magyar Erre akartam bocsánat kérni, mert jól mondom, és ugat a Jóvics Kölcsön, jól mondom, tehát Radó volt a miniszterelnök, aki felvetette azt, hogy legyen Petőfi Schiller Egyetem, és akkor ez végül valahogy is feloldotta ez a multikulturális gondolat ezt a konfliktust, de erről 2003-ban és sajtónyilatkozatában Tokai György arról beszélt, hogy hát ez igazából ezt azért lett ki, az azért lett ki, talán, hogy elodázzák az önálló Magyar Egyetem ügyét. Ott a tárgyalásokon te mennyire érezted azt, hogy ez most gyakorlatilag egy üres duma, vagy mennyire érezted azt, hogy ez egy komolyan lehető, megbízható, megvalósítható elképzelés? Én úgy éreztem, hogy ezt meg lehetett volna valósítani, hogyha az RMDS-en belül is... Sajátos van. lett volna azért. Igen, és ez Rádó volt az ötlete, de az elnevezés az egyébként Emil konstantinescu származik az elnöktől. Kicsit gondolkoztam is, hogy Petőfi Schiller, most mitől Petőfi, mitől Schiller, de ez bedobta Emil Konstantinescu, Petőfit szeretjük, Schillerrel sincs semmi, semmi gondunk, tehát miért ne legyen Petőfi Schiller. Hát ennyi elég, akkor valóban. Petőfi Schiller Egyetem. Viszont az RMDSZ-en belül is kialakult ezzel kapcsolatosan egy ellenkezés, és eljutottunk oda, hogy már én magam sem tudtam ezt, ezt erőltetni, pedig nekem Emil Konstantineszkó azt mondta egy adott pillanatban, hogy fogadjam el, nekem nem nagyon tetszett nekem sem, hogy ez továbbra is vegyes egyetem, tehát német-magyar. Azt mondja, hogy ők azt javasolták, hogy szebemben legyen a német része az egyetemnek, és Marosvásár helyen a, a magyar. Az egyik nagy probléma ez volt, és az RMDSZ-en belüli ellenkezés, hát innen is származott, hogy ez nem Kolosváron van. Tehát akkor ez nem az, amire mi gondoltunk. Én megmondom őszintén, ezt elfogadtam volna, hogy Szeben Marosvásárhely, tehát hogy nagy Szebenben van a német rész. Annál is inkább, mert Konstantineszkó azt mondta nekem, hogy fogadjam el, mert, mert megcsináljuk a magyar részt Marosvásárhelyen, valami német részt csinálhatunk Szebenben, de neki a németek azt mondták, hogy ez őket különösebben nem érdekli. Hát nagyon kevés német van már Erdélyben, nagyon kevés német van már Romániában, és az úgyis egy ilyen jelentéktelen ö, ö, része lesz ennek a, a, az intézménynek. Persze az sem, azzal sem lett volna probléma, utólag, azt mondom, hogyha az is egy jelentős ö, oktatási intézmény, persze. Mert akarok kérdezni valamiről, szerintem ennyi évszázadban nyugodtan beszélve egyszerről, tehát hogy ez a román politikára jellemző kiárásos módszer, hogy azt mondja hogy a Konstantineszkó, hogy legyen német-magyar, magyar többségi lesz majd, de ne írjuk bele a törvényben. Engem nem ennek a morális vetülete érdekel. Engem az érdekel alapvetően, hogy ilyen hosszú ideig tudsz egy domináns pártot vezetni, szervezni. De hogyha az az alapvető intézése az ügyeknek, az a, hogy mondjam én, a kulturális kódrendszere az ügyek elintézésének, hogy meg kell állapodni, megállapodásokat kell kötni, alkukat kell kötni, több az informalitás, mint a lejegyzett, megszövegezett megállapodás. Akkor nagyon el tud nehezülni a helyzeted, azzal együtt, hogy te lehet, hogy stabil pozíciót fogsz, de körülötted változik a szintén. Új szereplők emelkednek föl, kormányválság alakul ki, és az, amit te egyébként teljes meggyőződéssel gondolhattál, hogy biztosnak vehetsz, egy-két hónap múlva már nem számít annak. És közben az a kérdés, hogy mi az, amit bele tudtál iratni konkrét törvényekbe, tehát hogy és nem biztos, hogy a te szándékodon múlik kizárólag, mert nem nincs meg hozzá megfelelő, nem szenátori mandátum mennyiséged, és így tovább. Tehát, hogy bizonyos értelemben ennek kiszolgáltatottja vagy, mert nem te szabad a játékszabályokat, alkalmazkodnod kell hozzá. É, persze, de hát... Mikor eh, kerül a legnagyobb konfliktusba ezzel? Hát én most itt nem tudom, nem tudom ezt felidézni. Azt fel tudom idézni, hogy azért az egyértelmű, hogy írásbelizni kellett, és nem szóbelizni. Most megmondom ezt, mit értek ezen. Tehát, hogy persze szóbeli egyességek lehetségesek, de az számít, hogy ebből mi kerül be a törvénybe. Sőt, még az alkotmányba is, mert hát volt azért súlyos később, 2003-ban, amikor volt egy alkotmánymódosítás Romániában, volt elég komoly vitánk, hogy az alkotmányban mit tudunk bevinni és mit nem. Sok mindent be tudtunk vinni ahhoz képest, ami az előtt volt, és sok mindent nem. De hát ez, ez teljesen világos, hogy ebből törvény kell, amit, amivel ott szóbelizzünk esetleg, abból aztán írásbeli lesz. Tehát, tehát törvény kell, hogy legyen, jogok kell, hogy legyenek, és még ez sem garancia, ha már erről beszélünk. Mert valami olyasmi utaltál, hogy hiába egyezünk meg valamiről, jön változik a dolog, jön egy másik miniszter, jön egy másik elnök, és akkor minden kutba esik. Igen, ez ez lehetséges, de éppen ezért kell ott lenni, hogy ez ne történhessen meg. Mi, mi, mire gondolok? Törvény. Tehát nagyon fontos, hogy az oktatási törvénybe bekerüljön az anyanyelvű oktatás lehetősége, ahogy mondani szoktuk, minden szinten, minden formában, és így tovább is tovább. Ezt a demokratikus konvenciós kormány idején még nem értük el teljes mértékben, megváltoztattuk a törvényt, és jelentőset nyitottunk, de még nem teljes mértékben ahol szerintem majdnem teljes értékű az anyanyelvi oktatás, majdnem szabályozása, az később a 2010-ben kidolgozott, és 2011 januárjában ö, elfogadott oktatási törvény. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez volt nekem a hattyúdalom, nem én csináltam egyedül, de én ugye miniszterelnök helyettes voltam akkor, és még az RMDS elnöke 2011 -e elején adtam adtam át, abba tényleg minden bekerült. De az nem azt jelenti, hogy minden rendben van, mert utána mit láthattam? Azt, hogy nem tartják be minden esetben ezt a törvényt, tehát Romániában ezzel is szembe kell nézni, tehát próbálják megkerülni, és, nem csak arról van szó, bocsás, meg, hogy mi az, amiben megállapodtok, és aztán mi kerül be a törvénybe, hanem az... Már már bekerült, még annak is érvényt kell szerezni. Annak is érvényt kell szerezni, és később meg is kell védeni. Most például nekem elég sok kritikám van mostani, a mostani RMDS egyik másik lépésével kapcsolatosan, de azért az nagyon fontos, hogy ők, tehát mostani kollégáim, utódaim, az új oktatási törvényben, mert Romániára az jellemző, hogy itt szinte minden tanügyminiszternek eszébe jut, hogy kellene egy új oktatási törvény, egy új oktatási rendszer és reform, és mindegyik úgy viselkedik, mintha tíz évig ott lenne majd, és 6 hét hónap után távoznak. Tehát ez, ez egy másik kérdés. De a lényeg az, hogy az idén elfogadtak egy új oktatási törvényt. Nem volt könnyű ebben. Azokat az eredményeket megvédeni, amelyeket 2000, a 2011-es oktatási törvénybe már bevittünk. Tehát ez, ez egy örökös kihívás és egy örökös e, e, feladat. Van, amihez már nem nyúlnak hozzá, van, amit már elfogadnak, e, a két nyelvűség. Ezzel kapcsolatosan is vannak itt-ott még kifogások, lelemázolnak egy-egy kétnyelvű táblát. E, megrongálnak itt-ott Erdélyben, de azért ma már elképzelhetetlen az, hogy a 90-es években mi volt, mi történt, hogyha valahol kitettek önhatalmulag úgymond egy-két -egy nyelvű táblát. Tehát változik a mentalitás, de azért annyira nem, hogy ne kelljen ott lenni állandóan, ne kelljen odafigyelni, és ilyen szempontból persze a szóbeli megállapodás semmi ahhoz képest, hogy törvénybe kell beírni mindent, de ha nem vagy ott, akkor egy adott pillanatban a törvény is semmi, mert megváltoztatják. Megváltoztatják. Ez ilyen. 96-tól kezdődően különböző minőség, mert igazából 2008-ig kormány közelben vagytok, és aztán van egy rövid szünet, de 2009-től 2012-től megint. És ugye arról számos interjúban beszélsz, hogy miért volt fontos az, hogy az RMDS-nek ez a pozíció, most is beszéltél erről. De arról igazából nem hallottalak még beszélni, hogy a román pártoknak mi érdekük volt az RMDS-szel, milyen hasznos származott igazából az RMDS-ből. Hát én szeretném hinni azt, hogy bizonyos értelemben ők is szerettek volna egy konfliktusmentes országot, vagy egy, ez túlzás, tehát konfliktus azért mindig van, de mégsem olyan, mint amilyen lehet például egy etnikumok közti konfliktus. Tehát, hogy a belső béke érdekében ők is fölismerték, hogy jobb, hogyha az RMDS és a magyarok ott vannak a parlamentben, nagyon nyersen és nagyon őszintén, akár a kormányban is, és nem az utcán. Ez, ez teljesen teljesen világos. Én nem hittem te, te sohasem abban, hogy erőszakkal, utcai politizálással itt, ebben a, a térségben, Európában általában el lehet érni komoly és tartós eredményt. Csak hadd kérdezzek valamit pedig itt a kritikusai hogy pont ezt mondják hogy a formális érdekképviseletbe való energiabefektetés az már beelőzi azt, hogy egyáltalán lehessen arról beszélni, mint például tömegmegmozdulásokat szervezni, vagy más típusú nyomásgyakorlással a többség román hatalmat rászorítani arra, hogy vegye figyelembe az erdélyi kisebbségnek is a véleményét és az érdekeit. Nézd, az előbb beszéltünk arról, hogy, hogy belső választások, vagy hogy megszerveztük-e, miért nem szerveztük meg, és, és így tovább. Én azért azt gondolom, hogy ezeknek a politikai alternatíváknak a, a letesztelése, a próbája azért megvolt Erdélyben ö, ö, többször is. Nem ilyen élesen, mert nem arról szavaztak az emberek, hogy akkor most ö, ki kell lemenni az utcára és szétverni itt mindent, ö, vagy pedig el kell menni a román parlamentbe és politizálni, de azért gondolj bele, az, az erről beszéltünk arról, hogy Tőkés László Lászlóék, vagy Tőkést László és a, a hozzá közel álló politikusok vagy értelmiségiek hogyan gondolkoztak. De ennek meg volt, a, meg volt a próbája, tehát ők pártot hoztak létre két alkalommal is. Mindkét alkalommal ő támogatta ezt a pártalapítást. A elnökséget nem vállalt benne, de ő volt a mentora mindkét pártnak. Arról most nem beszélek, arról is lehetne, hogy magyarországi támogatással mindkét esetben, és ezek a pártok elindultak a választásokon. És a romániai magyar, erdélyi magyar választó, az erdélyi magyar választó szavazhatott, választhatott pártok között, és az MDSZ akkor is megkapta a a 90%-át, vagy 90-valahány százalékát a szavazatoknak, parlamenti választáson is, és az önkormányzatokban is. Tehát ez úgy nézett ki, hogy az LMDS-nek lett mondjuk egy önkormányzati választás után 180, 190, néha 200 polgármestere, és ezeknek az alternatív pártoknak lett 6-7-8 polgármesterük. Tehát körülbelül ez volt a tíz mondjuk, de talán még annyi sem. Tehát ez volt, ez volt az arány. Na most, ha hozzászámítom azt, hogy az üzenete ezeknek a pártoknak az volt, hogy keményebben kell, radikálisabban kell, nem úgy kell, mint a, az RMDS politizálni, akkor ez azért eléggé tesztje volt annak, hogy a, a, az erdélyi magyar választó mit akar. Tehát hogy a, hogyan hogyan vélekedik erről a, az egészről. És az erdélyi magyar választó nagyon hosszú ideig, most nem tudom, mi a helyzet, de hosszú ideig nagyon józan tudott lenni, amikor az érdekeiről volt szó. Tehát amikor <laughs> arról volt szó, hogy küldjünk-e valakit Bukarestbe, és kiket küldjünk Bukarestbe, hogy képviseljenek minket. Kétszer is voltál miniszterelnök helyettes, 2004-2008, 2009-2012 2004-2007, mert az utolsó, 2007-ben aztán lemondtam. És, és 9 12, Igen, 9-12. Ezek nyilván a legmagasabb típusú politikai pozíciók, amiket ilyen szempontból betöltöttél. Um, milyen emlékeid, benyomásaid vannak róla? És azt is feltételezni, hogy ez nyilvánvalóan egy bizalmi pozíció, egy korai működtetése szempontjából. Milyen többletfelelősséget jelentett ez a számodra? Hát óriási, óriási felelősséget, ez tagadhatatlan, mert abban a pillanatban, hogy elvállaltál egy ilyen pozíciót, és nem csak a magad nevében, hanem a, a szervezet nevében is, mert nyilván ezt is megbeszéltük a kollégákkal, és ez kollektív döntés eredmény, közös döntés eredménye volt, hogy akkor én végül is ezt elvállalom. Abban a pillanatban kiléptél abból a sajátos helyzetből, hogy akkor te csak a Románián belül egy bizonyos közösségnek, egy nagyon nagy közösségnek a magyaroknak az érdekeit képviseled, az ő jogaikért küzdesz kormányban is. Persze ez kezdető fogva nem így volt, mert volt azért nekünk idegenforgalmi miniszterünk, tehát turisztikai miniszterünk már a legelején, utána egészségügyi miniszterünk, tehát azért kialakult fokozatosan, hogy felelősséget kell vállalni összromániai gondokért és összromániai teendőkért. De azért abban a pillanatban, hogy az ember, én is az RMDS elnökeként elvállaltam a miniszterelnök helyettességet, ez egy, egy nagy ugrás volt, egy minőségi ugrás volt. Gondolj bele, hogy kormányüléseket vezettem. Tehát román kormányüléseket, amikor a miniszterelnök hiányzott, vagy az egész kormányülésről, vagy annak egy részéről. Akkor én, én volt úgy, az elején volt több miniszterelnök helyettes, de aztán én, egyedül én voltam miniszterelnök helyettes. Tehát én voltam az egyedüli helyettes a miniszterelnöknek, és, és kormányüléseket, vezettem, ez egy különös helyzet és különös változás ahhoz képest, hogy honnan indultunk 1989-ben, 1990-ben. A második kormányokban miniszterelnök helyettesként szerepet játszotta, ott Emil Bock volt a vezető, és ő igazából egy utcai sorozat söpört el, amelyet az egészségügyi reformja miatt tiltakoztak az emberek, mert hogy piacosító tendenciák jelentek meg, kifejezetten szűkítették volna az állami, államilag finanszírozó szolgáltatásoknak a körét. Két minisztert is adtatok, egészségügyi minisztert ebben a kormányban, és közben mégis egy kicsit azért az volt az emberek az érzése, hogy mintha az egész egészségügyi reform körüli vitasorozat az így a miniszter feje fölött történne, meg nem igazán volt az ő személyeben involválva, és ezért vettül fel a kérdés, hogy egy románai nyelvű miniszter, egészségminiszternek szerinted nagyobb döntési szabadsága, nagyobb politikai mozgástere lett volna, mint a magyar nyelvű miniszternek volt? Ez a megszorító intézkedés sorozat, ez nem csak az egészségügyre vonatkozott, Igen. ez gyakorlatilag a az összes állami fizetések 25%-os csökkentését jelentette a Nemzetközi Valutaalap kérésére, és akkor Románia kénytelen volt a Valutaalappal tárgyalni. És az az igazság, hogy a csökkentés még a 25%-nál is drasztikusabb volt, mert levágtak mindenféle, tehát megszüntettek mindenféle járudékokat, tehát emellett a 25 százalék mellett. Az egészségügyben azért volt súlyos, mert ott meg kórházakat kellett bezárni. Tehát ráadásul a költségvetés csökkentése mellett jó néhány kórházat be kellett zárni. De ez sajnos nem az egészségügyi miniszternek a döntése volt, hanem ez egy közös kormánydöntés. És az az érdekes, hogy sajnos utólag is el kell ismernem, hogy ez a csökkentés szükséges volt. A nyugdíjakhoz is hozzányúltak egyébként. Ott valamit mi meg tudtunk menteni, meg akarták adózni a kis nyugdíjakat, tehát azok adómentesek voltak addig. Végül is ezt nem engedtük, tehát ez elég nehéz vitákkal, de ezt az egyet meg tudtuk oldani. Nekünk akkor ez nagy volt, ez 2010-ben történt, és aztán ez kihatott, folyt tovább 2011-ben, és, és így tovább. Nagy dilemmánk volt, hogy mit tegyünk. Az RMDS-en belül is javasolták sokan, hogy, hogy szálljunk ki a kormányból, ne lépjünk ki, el fogja veszíteni a népszerűségét az RMDS. Viszont ugyanebben az időszakban dolgoztunk az oktatási törvényen, ennek valamilyen értelemben túszai is voltunk, de ez nem jó kifejezés, mert ez nekünk egyik fő célkitűzésünk volt. Ezt az államelnök is tudta, a miniszterelnök is, mindenki is, és tulajdonképpen részükben ez volt a kompromisszum, hogy egy nagyon jó oktatási törvényt így elfogadtathattunk, viszont bizonyos értelemben szolidárisak voltunk velük ezekben a megszorító intézkedésekben. Mondom, egyik részükben tulajdonképpen tudatosan meg tudtuk, hogy erre erre szükség van. Hadd fűzem tovább a kérdést. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy az erdélyi magyarság az alapvetően az etnokulturális jogok képviseletért és bővítéséért, vagy ezzel bízza meg az RMD, ezért tartja, ezért szavaz neki bizalmat a választásokon. De közben ezeknek az embereknek nem csak ilyen típusú érdekeik vannak. Tehát például az, hogy az RMDS is megszavazza az egykulcsos személyi évedelem adót, ami a mai napig ugye így néz ki Romániában, az nyilvánvalóan az erdélyi magyarok között is a jövedelmi egyenlőtlenségeket erősítik. De ugyanígy e, nyilvánvalóan az Erdély magyaroknak is érdekük az, hogy a pedagógusokat hogy fizetik, milyen minőségek a közszolgáltatások, és ezeket nem lehet már egy alapvetően e, etikai identitáspolitikai attitűdből képviselni, megoldani. Nem látod esetleg azt a veszélyt, hogy ez a projekt, amire eredetileg szerveződött az RMDS, ez kifárazott egy ponton, és lesz olyan román politikai erő, aki képes majd vonzóbb alternatívát állítani, mert nem biztos, hogy az autonómia kérdéseiben versenyképes lesz az RMDS-szel, de lehet, hogy a közszolgáltatások fejlesztésében viszont igen, és képes lesz elcsalni az erdélyi magyarok szívét és így a szavazatait. Én ezt el tudom képzelni akkor, hogyha az RMDS ezt az ellentmondást, vagy ezt a dilemmát nem tudja egy adott pillanatban föloldani, mert először is, ha előáll egy olyan helyzet, hogy az erdélyi magyarok többsége másfajta adópolitikára lenne vevő például, vagy másfajta egészségügyi rendszerbéli megoldása, mint, az RMDS, mint amit az RMDS támogat, és ha másfajta kényszerek nincsenek, például nincs költségvetési vagy gazdasági válság helyzet, hogy kötelező legyen egy olyan intézkedést is meghozni, ami a közvéleménynek nem tetszik, akkor előállhat egy ilyen helyzet, ebben, ebben igazad van, és előállhat az, hogy az erdélyi magyar, jobban egyetért mondjuk egy liberális pártal, vagy szociáldemokrata pártal, vagy bármilyen más pártal, mint amit az RMDS támogat. Viszont a kérdés az, hogy az edély magyar érdekek hogyan rangsorolódnak. Tehát, hogyha továbbra is vannak olyan közös identitáris célok, amelyekkel kapcsolatosan össze kell fogni, és amelyekkel kapcsolatosan világosan, tisztán meg lehet magyarázni, hogy ehhez szolidaritásra van szükség, akkor szerintem ez az ellentét úgy fog feloldódni, hogy az a kisebb rész, amelyik nem ért egyet az RMDSZ adópolitikájával, egészségügyi politikájával, szociálpolitikájával adott esetben, az is az RMDS-re szavaz, azért, hogy ne szűnjenek meg a magyar iskolák, vagy hogy ne zárjanak meg kulturális intézményeket. Mikor és hogy ismerkedtél meg Orbán Viktorral? Hát szerintem a, én most a pillanatra nem emlékszem, de hát a 90-es évek legelején, ha jól emlékszem, valamikor a 90-es években Debrecenben volt egy kongresszusuk, mintha, és ott voltam jelenleg először ilyen nagy Fidesz rendezvényen. Az is lehet, hogy már azelőtt találkoztunk, talán Bukarestben, talán Marosvásárhelyen, mert hát a Fidesz vezetők azért voltak annak idején errefele, illetve még az is megtörténhet, hogy legelőször azon a tusnád fürdői rendezvényen, amely akkor még nem tusnád fürdőn volt, én nem szeretem ezt a tusványos kifejezést, ez olyan cseppfolyós, szétfolyós valami, hanem, hanem bálványos fürdőn. Tehát legelőször az első egy-két-három évben bálványos fürdőn voltak ezek a, a nyári egyetemek, amelyek akkor is ö, ö, hogy mondjam, jelentős Fideszes részvétellel és részben Fideszes szervezésben működtek, és az is megtörténhet, hogy ott találkoztunk először. Az első kormányi időszakában, 90 és 2002 között milyen volt a viszonyatok? Hát együtt működtünk mindenképpen, és nekem amúgy is az volt a, a, az elvem, hogy a mindenkori magyar kormányjal minél minden, minden szorosabb kapcsolatot kell kialakítani. Tehát én szerintem, talán azért is, mert éreztem, hogy vannak nézetkülönbségek, gyakrabban találkoztunk és többet konzultáltunk szerintem, mint az előző kormányjal, tehát a 98 előtti kormányjal úgyhogy mindenképpen, mindenképpen elég szoros munkakapcsolatban voltunk. Ugye akkor alakítottuk ki a Román-Magyar Egyességet a, az úgynevezett kedvezménytörvényel, tehát státustörvényel kapcsolatosan. Ez, volt, ez lett volna ugye a, a kettős állampolgárságnak az előzménye. Igen. De az előzménye. Arról is elég sok kövitánk volt a románokkal is, mi akkor egy ideig kormányban voltunk 2000-ig, és aztán 2000-től 2004-ig a mi parlamenti támogatásunkkal működött a Szociáldemokrata kormány Romániában, az Adrián Nesztászeg kormánya, és így módon tudtuk kialakítani azt, hogy a románok is elfogadták ezt a kedvezménytörvényt, és született egy úgynevezett Orbán. Nesztász megegyezés, vagy Orbán Nesztász paktum. Tehát együtt, együtt dolgoztunk, megterhelte már akkor is a viszonyunkat az, hogy még a, a kormányra kerülésük előtt, tehát 1998 előtt ők sokkal szorosabb kapcsolatot alakítottak ki a az úgynevezett, hát az NMDS belső ellenzékével, vagy, vagy, azokkal az emberekkel, akik szemben álltak velem, és a, szemben álltak az RMDS vezetésével. Ez miért alakult így? Tehát mondjuk nyugodtan, tehát miért alakult úgy, hogy tőkés és lesz, szóval inkább látszott úgy együtt mozogni Orbán megtal, mint veled? Hát ezt, ezt, nekem nehéz, nehéz megítélni, erről volt is, vitánk is volt. Orbánnal, de nem jutottunk olyan sokra. Vitánk volt arról, hogy, hogy ők támogatták minden módon nem és Lászlót, hanem azt az egész csoportosulást és Ugye később létrejött a külön párt, a Magyar Polgári Párt, akkor a Erdély Magyar Néppárt, tehát különféle neveken, de én sokra nem jutottam, és olyan nagyon nem értettem meg azt, hogy ők miért miért támogatták őket velünk, velünk szemben. Egy okot látok, és ez megmérgezte tulajdonképpen szinte kezdettől fogva a köztünk lévő viszonyt, az az, hogy mi, mint az előbb említettem, természetes módon a mindenkori magyar kormány, próbáltunk a lehető legjobb munkakapcsolatban lenni. Hát ez természetes, tehát én nem egyik vagy másik magyarországi pártól vártam támogatást, hanem, hanem Magyarországtól, vagy a, a magyar kormánytól. Ezt Orbánik és a Fidesz általában elég nehezen viselte, megmondom őszintén, ezt sohasem értettem, hogy miért, de ők valamiféle kizárólagos kapcsolatot szerettek volna Erdély esetében, és ezt a kizárólagos kapcsolatot megkapták Tőkés Lászlótól és még néhány embertől, és, és tőlem nem. Miért mondhatta azt Orbán Viktor legalábbis sajtóértesülések szerint, hogy őt soha senki nem bántotta meg annyira, mint Markó Béla? Ezt én is olvastam valahol, de én erre nem emlékszem. Tehát nem is láttam, hogy Orbán ilyesmit mondott, de hát ezek szerint nem nyíltan mondta ezt, hanem valamilyen informálisabb helyzetben. Én nem tudom, tartok tőle, hogy ezt, ezt valaki csak úgy kitalálta, nem, mintha én nem bántotta volna meg őt esetleg, és ő is engem <laughs> kölcsönösen többször is. Annak az meg mennyi a valóság alapjuk 2002-ben, amikor ugye választások voltak és kormányváltás következett be? Hogy jól az első fordulónak az estén te már Megyesi Péternek gratuláltál, mint leendő miniszterelnöknek, és ezt Orbán Viktor rendkívül rossz néven vette. Hát szerintem nem speciál Megyesi Péternek gratuláltam, hanem megkérdezett a, az mt nek az itteni tudósítója, hogy mi a véleményem, és azt mondtam, körülbelül így fogalmaztam, hogy gratulálok a Magyarország gyűlésbe bejutott pártoknak, és külön gratulálok a legjobb eredményt elért vagy a Szocialista Pártnak, vagy valami ilyesmit, mint a nem volt szó megyes másról. De igen, ezt mondtam, hogy gratulálok a országgyűlésbe bejutott pártoknak, és külön gratulálok a legjobb eredményt elért pártnak. Na, ez, ez, egy, ez, ez, lehet, hogy egy óriási sértés volt, nem tudom miért. Te ezt valaha neked szóvá tette Orbán Nem. Nem, de aztán visszahallottam sok helyről. Ezt, hát persze, tehát ez egy ilyen, egy ilyen, eh, ahogy mondani szokás, városi legenda, hogy, 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 én, én gratuláltam már a választások vége előtt, gratuláltam a győzteseknek. Ez egy első forduló volt, de mondom, ezek olyan, olyan ez egy folyamat volt, ahogy elromlott a viszonyunk, és akkor már, már eléggé, eléggé volt, eléggé döcögős volt ez a, viszony, és aztán később tovább romlott, ugye ezekkel a pártalakításokkal, meg arról, arról, azzal, hogy Orbán Viktor eljött Erdélybe és kampányolt ellenünk. 2011-ben úgy döntesz, hogy nem indulsz újra az LMDS elnökségért, és Kelemen Hunart választja meg a kongresszus. Ez egy elhíresült kongresszus, mert ezen a Fidesz akkori alelnöke Gálné percildikó is Uh, percén Ádrédik a bocsánat és uh, tiszteletét teszi, és egy uh, hát sajátos beszéddel lepi meg a küldötteket. Nézzük meg, hogy hogy nézett ki pontosan ez a helyzet akkor, és aztán uh, szeretnék kérdezni valamit ezzel kapcsolatban tőled. talán a biztosíthatom önöket, hogyha ma a változás mellett döntenek, akkor mi segítőket fogunk dolgozni, hogy segítőpedet nyújtunk, hmm, uh, ó, már röpülöm a megértésüken, segítőpedet nyújtunk a jövőben, mint ahol szedtük a furgon is. Azt a el ennek azt, hogy mondott itt, de egyszerűen sorolás volt és elfogadhatatlan. Az erdély magyarosság, ha visszanézünk, pénzszenzatokkal, Sosem fogadta ezt, hogy máshonnan diktáljanak. Ne neki, se festről, se fosonyból, semmit karácsből. Akkor hagyják, keresztő, hogy döntsőz és, és támogassanak úgy, ahogy az elpöltségben elvárható, úgy, ahogy a magyar alkotmány, alkotmány ezt megírja. De ne próbáljának minket nekünk útak 2010 és 11 között van a mélyponton az RMDSZ és a Fidesznek a visszajövő, és ezt azért fontos rögzíteni, mert te 11-ben elhagyod az elnökséget, de továbbra is benne vagy még 16-ig a politikában. A legfontosabb alapelvetkét úgy szokták hivatkozni, hogy hát az egyenlő távolság, egyenlő közelség elvét próbáltad érvényesíteni. Azért is álltál szélre, mert azt érezted, hogy akadálya vagy ennek az elvnek a további képviseletének? Hát lehet, hogy ez is belejátszott a döntésemben, de nem ez volt a, a legfontosabb. A legfontosabb az volt, hogy Eltelt 25 év a politikában, nekem mégis, ö, mégis van egy másik hivatásom, ami természetesen sokkal kevesebb embert érdekel, sokkal kevesebben figyelnek vagy ö, figyelnek rám vagy bárki másra, <coughs> íróként, költőként, irodalmárként mint politikusként, de nekem, én úgy éreztem, hogy van még mondani valóm az irodalomban, és hogy a politikában tulajdonképpen, amit vállaltam, ha nem is teljes egészében, de elég nagy részben teljesítettem. Igazság szerint a, hogy mondjam, a legutolsó célkitűzésem, vagy legutóbbi, legutolsó, az a oktatási törvény volt, és az akkor már körvonalazódott, hogy sikerülni fog, amikor én meghoztam a döntésemet, tehát hogy 2010-ben már látszott, hogy ha valami közben nem jön, ha valami össze nem omlik, akkor ezt 2011-ig összetudjuk, összetudjuk hozni. Tehát úgy éreztem, lehet, hogy ebben tévedtem, hogy azért már az RMDS is elég konszolidált ahhoz, és tulajdonképpen egyfajta jogi keretet is már ki tudtunk alakítani. Nem teljeset, nem erről van szó, amit tovább lehet vinni, amire támaszkodni lehet, és akik utána jönnek, azoknak végül is elsősorban az a felelősségük, hogy ezt, ami megvan, ezt valami módon megerősíteni, és persze még egyebeket is el kell, el kell érni. Másrészt pedig azt is gondoltam, hogy 18 év az elég sok RMDS elnökként, el is kopik bele az ember. A politika az olyan tudod, hogy, hogy egyfolytában fogyasztod a, a tartalékaidat, és nem, nem tartalékos újabb tudást, vagy újabb ismereteket, tapasztalatokat, igen, persze. És ehhez nem tagadom, az is hozzájárult, hogy hogy 2010-ben láttam, hogy nem biztos, hogy én jól együtt fogok tudni működni a az akkori magyarországi kormánnyal, amelyről akkor még nem lehetett tudni, hogy nem csak akkori, hanem mostani is, persze, de elég rosszul idő eltelt azóta. És ugye mondom még egyszer, tehát 10-14 között van a legmélyebb pontján a viszony az RMDS-nek a Fidesz-szel. Aztán 14-re végül egyébként rendeződik a viszony, és az LP választáson Kelemen Hunor és Ormán Viktor már közösen kampányolnak, sőt, Tők és Lászlót és Szászérőt igazából átmenekíti a Fidesz. Um, és onnantól kezdve viszont egyre szorosabbá válik a viszony. Tehát igazából ezt az egyenlő távolság, egyenlő közelség elvét fölírják a realitások. Van-e esetleg kritikád ebben Kelemen Vagy azt kell belátni, hogy az Orbáni nyomulásnak csak ideig, óráig volt kérdés, hogy ellen lehet -e állni, ha adott esetben te maradsz elnökként, lehet, hogy te magadnak is hasonló döntéseket kell meghozni, amit Kelemen Hunarnak. Igen, azzal van kritikám azzal kapcsolatosan, hogy teljesen egy oldalúvá vált az RMDS viszonya Magyarországgal, tehát hogy gyakorlatilag csak a magyar kormány révén és a magyar kormányjal való kapcsolatok által van jelent az RMDS Magyarországon. Az egyenlő közelség elve az egy fontos elv. Én magam is ma többször elmondtam azt, hogy igen, de a mindenkori magyar kormány tehetnek bizonyos dolgokat, annak van módja, eszköze segíteni nekünk, akár anyagi támogatást nyújtani, kultúrának, oktatásnak, egyebeknek. Tehát ez nem feltételezi, nem feltételezi azt semmiképpen sem az egyenlő közelség elve, hogy akkor, ha találkoztam mondjuk a Fidesz valamelyik vezetőjével, vagy magával Orbán Viktorral, akkor még aznap kötelezően az ellenzék vezetőivel is valami módon beszélne, beszélnem kellene. Ez így nem működik. De azt én nem tartom helyesnek, hogy gyakorlatilag, az RMDS évek óta semmiféle kapcsolatban nincsen, és nem hogy nem szorgalmazza, hanem vissza is utasítja ezt a igen. kapcsolatot a különböző ellenzéki pártokkal. Tehát senkivel nincs. Erről beszéltél Már maga? régóta. Mostanában nem beszéltem, mert ez egy régi történet, annak idején igen. Én nem értek egyet ezzel, hogy, hogy az RMDS most úgy kényezteti a Fideszt, hogy hát nincsen szüksége a, a, az ellenzék véleményére, nincsen szüksége az rmds való, az ellenzékkel való, való, párbeszédre. Azt, hogy a Fidesz le tudta dominálni az erdély nyilvánosságot és közéletet, az, az, mennyiben alapozta meg az a típusú nemzetiségi etnikai politizálás, ami az alapvetése volt az rmds nagyon sokáig. Tehát az erdélyi magyarok érezhették azt, hogy ők egy virtuális összmagyarság részeként élnek Románia területén, és nyilván ebből a pozícióból a Fidesznek könnyű dolga volt képíteni ezeket a rendkívül domináns pozíciót, amivel most gyakorlatilag olyan befolyásra rendelkezik, amivel valószínűleg nagyon kevesen az RD politika alakulását illetően. Tehát van-e esetleg ilyen szempontból Stratégilag felülvizsgálandó <kül> szempont az RDS -sz korábbi működésében. Tehát az igaz, hogy nekünk azért kezdettől fogva az volt a célunk, és én is mindig ezen dolgoztam, hogy az eddigi magyaroknak legyen egy lehetőleg minél önállóbb intézményrendszerük, akár az oktatásról, akár a kultúráról van szó, minél nagyobb erejük és saját döntési lehetőségük a, a, az önkormányzatokban, és hogy ne legyenek ráutalva Bukarestre. Tulajdonképpen ez arról is szó, szól. No de ez a célkitűzés tulajdonképpen az önállóságról szólt. Tehát arról, hogy, hogy próbáljunk meg egyfajta önálló intézményrendszert működtetni, és nem arról, hogy kapcsoljuk hozzá az intézményrendszerünket egy magyarországi intézményrendszerhez, ami nagyon szívet melengető, de nem működik igazán, nem tud működni, mert, mert mégiscsak amíg így Romániában létezünk, addig román, a román alkotmány és a román törvények keretén belül kell mozognunk, akár tetszik, akár nem, és akár jogban esne nekünk, hogy budapesti törvények, vagy magyarországi törvények is alkotmány szerint létezünk, akár, akár nem. Tehát én magam is mindig azt mondtam, hogy önállósulni, önállósulni kell. De az, hogy tulajdonképpen fölcseréltük a Bukarestre való figyelést, a Budapestre való figyeléssel, az érzelmileg nem ugyanaz természetesen. Tehát az ez engem is, engem is melegít. Hát ezek ugye közhelyek, de igazak, hogy mindannyian magyarok vagyunk, egy nyelv, egy kultúra. De nem, nem ez volt a, a, cél. Tehát az hogy, az, hogy akkor most megint kapcsoljuk valahová, hanem az, az volt a cél, hogy legyen önálló ez a, ez a közösség. De ez kevesebb, mint egy évtized alatt szétporlott, mondtok, ez, hogy nem voltál vezető az Örendélyesztménynek. Tehát azért kérdezem ezt, mert mostanra nem csak az alakult ki, hogy a Magyarországról érkező források bizonyos kutatói számítások szerint már a román államtól érkező forrásokkal vetekednek, hanem a korábbi centralizált, valamilyen szinten transzparens elosztást a teljes informalitás váltotta föl különböző uh, RMDS-es és erdélyi uh, politikusok vannak bekötve uh, mindenféle magyarországi kormányzati körökhöz, és nem lehet azt se tudni igazából, hogy pontosan mennyi forrás érkezik és pontosan kihez. Tehát, hogy nagyon uh, összetett klientúra rendszer alakult ki most arra, ami nyilvánvalóan nem teszi lehetővé az egyenlő közelség elvét, mert hogy ez most már nem egy rendező elve az erdélyi működésnek. Ez hogyan szemléled? Hát úgy, ahogy te magad leírtad ebben a pillanatban, hogy van egy átláthatatlan rendszer, ha egyáltalán rendszer ez, amiről egyébként beszéltünk az imént, hogy a támogatások összege nagyságrendben nagyobb, mint. Nagyobb mint is most annak... már azt gondolod? Kérlek. Nagyobb is most már azt gondolod? Hát szerintem nagyobb, mint annak idején, mert. Annak idején az biztos, csak hogy ami a román államtól érkezik. Jaj, annál nem, semmiképpen sem, mert ami a román államtól érkezik, azért az azt jelenti, hogy hogy így vagy úgy, de teljes egészében eltartanak színházakat, vagy az, ön, az itteni önkormányzatok, vagy a uh, bukaresti művelődési minisztérium eltartják a, az iskolákat, az egyetemeket, ezen belül a magyar oktatást is, tehát fizetéseket, felszerelést, mindent az égvilágon. Tehát ezt a két, kettőt nem is lehet egymás mellé tenni. Az önkormányzatok esetében is, az önkormányzatok is kapnak különböző óvodára, erre a fontos dolgokra támogatást Magyarországról. Tehát azért ezt nem lehet összehasonlítani azzal, hogy hogy infrastrukturális fejlesztések, út, út, víz, gáz, stb. stb. amit nyilván önállóan saját költségvetésből, illetve adott esetben román költségvetési támogatásból vagy Európai Uniós alapokból kell megoldani. Tehát szó sincs arról, és ez elég nagy illúzió, és készséggel elismerem, hogy egyesek ezt így gondolják, hogy fel lehet cserélni, vagy fel lehet váltani azt, amit a román költségvetéstől nekünk ki kell kényszeríteni, Magyarországi Költségvetési Támogatása. Magyarországi Költségvetési Támogatása azért van szükség, mert egy kisebbségi helyzetben lévő közösség, még akkor is, hogyha sok téren, sok területen már vannak jogai, egy kisebbségi helyzetben levő közösség nem indul egyenlő eséllyel. Tehát a többséghez képest ö, ö, hátrányos helyzetben van, és a magyarországi támogatása én sosem mondtam azt, hogy nincs szükség. Szükség van, célzottan, jól meggondoltan, minél többre, pontosan azért, hogy ezt a hátrányt ö, valami módon kiegyenlítse, ö, ledolgozza. De ezt nagyon be kell mérni. De, aki, világos, aki de, a azt mostani, ég... de a mostani patronás rendszer, amit a Fideszes nomenklatúra működtet az RMDSZ-es együttműködésben ez ezt a célt szolgálja? Nem tudom én, én egészen hogy mondjam, furcsa teóriákat hallottam az elmúlt években, ugye például <coughs> itt elég sok konfliktus van a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészképzés körül, van magyarul orvos és gyógyszerészképzés, de máig nem alkalmazzák az oktatási törvényt, erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy nem mindenben Hagyják végre azt, amit a törvény mond, tehát nincsen egyetemen belül igazi önállósága a magyar oktatásnak, nincs önálló kar vagy önálló intézet, és ezért kell küzdeni, ezt valamiképpen meg kell változtatni. De azok a teóriák, hogy nem baj, mert átvisszük az orvosi és az és a gyógyszerészképzést a Szapiencia Egyetemre, amely magyar állami támogatásból létezik, és ott majd működtetjük. Ez egy nagy butaság, és azért, azért butaság, mert, mert hát ez nekünk valóban a mi pénzünkből jár Bukarestől, és jár a román államtól. Hát miért mondanék le erről, és miért várnék el erre, és nem másra, pénzt a magyar államtól, nem beszélve arról, hogy itt óriási összegekről van szó, tehát amikor mi, mi ilyesmiről beszélünk, ismétlem, az előbb már úgy soroltam, amit nem lehet onnan pótolni. Én inkább attól tartok, hogy itt sok más kavarog a háttérben. Például az is, amit a mostani hát lehet, hogy geopolitikai helyzet is diktál, hogy a határon túli magyar közösségek azok egyébként is úgy, úgy demográfiailag, hát nem azt mondom, hogy betegek, de, de csökken ugye a, a magyarság létszáma itt Erdélyben is, Felvidéken és Vajdaságban még inkább, hogy tulajdonképpen lassan-lassan lemondunk, én nem ugyan, de Magyarországon vagy akár itt is arról, hogy a cél az lenne, hogy ezeket a közösségeket itt megerősíteni, tehát a szülőföldjükön megerősíteni, hogy itt volt valamikor egy ilyen célunk, hogy a szülőföldön való boldogulás, ez olyan érzelmesen hangzik, de hát tulajdonképpen erről is, erről is van szó, és hogy hosszú távon nagyon sokan már esetleg abban gondolkoznak, hogy hát ezek a közösségek így is úgy is elfogynak, akkor föl kell pótolni velük, főleg az elittel, főleg az értelmiségiekkel, főleg a fiatalokkal a magyarországi hiányt, és miért ne pótolni azt a hiányt magyarokkal, ahelyett, hogy, hogy másokat vigyünk Magyarországra. Hát ez az angyal szívás jelensége. Igen, mint. amiben sok ráció lehet, csak az a baj, hogy, hogy akkor ez azt jelenti, hogy itt el kell döntenünk, akarunk még itt maradni, 50 évig, 100 évig, 200 évig, mit tudom én, hány évig, vagy pedig gyors ütemben felszámoljuk ezeket a közösségeket. Na ez ijeszt engem, hogyha kialakul egy ilyen dolog. De hogyha mérleget kell mondod, akkor mégis milyenek a 30 évnek a mérlege? Tehát szerinted mi az, amit, mi a legnagyobb eredmény, amit el tudott érni az RMD, az az magyarság számára az elmúlt 30 évben? Az én véleményem szerint közérzetileg, közérzetileg is egészen másképpen élnek ma a magyarok. És másképpen élnek itt a románok is Erdélyben. Lehet, hogy a mélyben ott van ez a szembenállás, még az is lehet, hogy sok esetben ott van a gyűlölködés is a mélyben. De azért ma a román többség sokkal másképpen nézi a, a magyarokat. És nekem az az érzésem, hogy itt Erdélyben a magyarok is nagyon sok esetben megtaláltak egy modus vivendi a, a románokkal, mert mindkét közösség rá kényszerült, kényszerült erre. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem arra kell törekedni, hogy szeressük egymást. Tehát, hogy, hogy szeretni kell egymást. A szeretet vagy a szerelem megjön, vagy nem jön meg arra kell törekedni, hogy olyan helyzeteket teremtsünk, amikor, amikor nem az dönt, hogy szeretjük vagy nem szeretjük egymást. Mondom, ez kívánatos egyébként, de nem ennek kell döntőnek lennie. És én azt gondolom, amit az elmúlt 30-valahány évben sikerült kialakítani, az lehet, hogy adott esetben a az együttérzés, a szimpátia, vagy akár a szeretet is, de nem hiszem, hogy ma már ez az általános, és hogy ez egy nagyon lényeges változás, és hogy esetleg nincsen ott a mélyben továbbra is a, a gyűlölködés, hanem az elfogadás. Az elfogadás és az elfogadás <coughs> egy óriási eredmény. Tehát beszéltem ezekről a konkrét kérdésekről, hogy restitúció ma már senki nem tagadja azt, hogy a volt tulajdonosoknak, legyen az magyar, rován vagy bárki, nem kellett visszaadni a földet, az erdőt, az ingatlanokat. Legfeljebb vannak próbálkozások arra, hogy egyik másik tulajdonost hát megfosztani a tulajdonától. De a, 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 a törvényt és azt a szabályt, hogy amit elvettek ezektől az emberektől vissza kell adni, nem tagadja senki. Senki nem tagadja azt, hogy, hogy Romániában, Erdélyben létezhetnek magyar iskolák, létezhet magyar oktatás, hogy kell lennie magyar iskolának és magyar oktatásnak. Hogy adott esetben ilyen-olyan egyéni vagy kisközösségi érdekből ezt próbálják, megakadályozni, vagy próbálják adott esetben még felszámolni is, ez igaz, de már a tényt, hogy ez lehet és lennie kell, azért tulajdonképpen nem kérdőjelezik meg. Ugyanez a helyzet kultúrával, meg egyebekkel, tehát nem az érzelmeken kell dolgozni, az helyes, az a, az, az író dolga, az a művész dolga, lehet, hogy eredmény, a színész dolga, és így tovább, lehet, hogy eredményesebb is, mint a politikus. A politikusnak a tényekkel kell dolgoznia. És ha a tényekkel kell dolgozni, és szigorúan egy mondatban, Nem. ha ez az elmúlt 30 év mérlege, ha a következő 30 évben valaki továbbra is azt gondolja, hogy az etikai politizálással kell az erdély magyarság sorsán javítani, akkor mi kell, legyen szerinted a vezérelve a tényekből kiindulva? Úgy képviselni a magyarok érdekeit, hogy ezáltal tulajdonképpen egy egész ország rész, vagy egy egész ország érdekeit is képviselhet. És ez nem nehéz, mert ez szerintem szükségszer. Marco Béla, nagyon szépen köszönöm, a hosszá rendelkezésünkre álltál, és hogy betekintést engedtél a rendkívül kalandos életutatba. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget, minden jót neked. Én is köszönöm szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a Partizán Politika Markó Bélával. Ha tetszett, amit láttál, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna, meg ha szeretnéd látni a teljes, vágatlan beszélgetést, akkor pedig fizess a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ez a linket megtalálod a leírásban. De ha csak podcastként hallgatnád meg, akkor korlátozás nélkül ingyenesen hozzáférhetsz ennek a beszélgetésnek és a korábbi életút interjúknak is a podcast verziójához a podcast platformjainkon. Ezeknek is a linkjét megtalálod a leírásban. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevészed van az elemozottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha pedig még egyszer tetszett, amit láttál, akkor kérlek, hogy a like-on tegyél azért, hogy az algoritmus másokhoz is eljutassa ezt a beszélgetést. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás volt a voltam Marosvásárhelyről, hamarosan találkozunk, addig is ciao.